Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Az Alapok 3 című előadás, beszélgetés lesz a mai nap, azaz már szépen haladunk, ez a negyedik olyan beszélgetés, ami a magyarás X-monádról szól. Itt már hozzáteszem, nem kifejezetten a magyar árcs a téma. Ha valaki az SXHKD-t használja, az természetesen bármelyik disztribúció alatt tudja használni, ugyanilyen elvek szerint kell felépíteni, de én éppen a magyar árcsosat fogom bemutatni, hiszen a sajátomat nem tudom bemutatni, mert én ezt nem használom, de ők ebbe helyezték el a gyors billentyűt, van mellette indok, hogy így legyen, és van ellene is indok, hogy ne így legyen. Ők ezt választották, nagyon szuperül, meg lehet oldani gyorsan, hatékonyan az összes gyors billentyű elkészítését, ha megérted azt a három sort, amiből áll egy ilyen SXHKD bejegyzés. A következő részben már egy X-monádos dologról fogunk beszélni, ez is egy általánosabb dolog, de itt is a példa a magyar árcs konfiguráció lesz, azért mert ehhez mindenki hozzáfér, és bele tud nézni, és ugyanazt látja, amit én bemutatok. Azaz a scratchpad ablakok alapjaival fogunk foglalkozni. Azért hangsúlyozom ki most is meg folyamatosan azt, hogy alapok, mert egy-egy modul, ami beépíthető, beimportálható az X-monádba, az természetesen vagy egy fél oldalas leírással, vagy jó hosszú leírással rendelkezik, és nyilvánvalóan minden nüanszra nem fogok tudni kitérni. Ezért is hangsúlyozom folyamatosan, hogy a blogomba, az X-monád oldalra, illetve a magyarás videócsatornára is menjetek fel, tanuljatok, mert igencsak széleskörű és összetett program az X-monád. Az, hogy én elmondom a alapokat, és beteszünk egy scratchpad programot az X-monádunkba, a példa konfigurációba, az még nem azt jelenti neked, hogy te mindent fogsz tudni, hanem az alapokat megtanultad, aztán utána lehet továbbiakban is gondolkodni, tanulni. Nagyon összetett az X-monád, és erre figyeljünk. Ahogy látjátok, a bejelentkező képernyő van fent, természetesen azért, hogy leteszteljük, amit múltkor az előző videóban elvégeztünk. Azaz, kivettük az automatikus indítások közül a PDF megjelenítését, és nyilvánvalóan ezt szeretném én kipróbálni, hogy biztosan jól végeztük el ezt a műveletet. Ezt jobb, ha megszokjuk, hogyha valamit változtatunk, egy-két dolgot, utána, ha arra szükség van, újraindítjuk a rendszert, vagy ki és visszalépünk, hogy biztos 101%-ig biztosan megtörtént-e az a változás. Miért? Mert hogyha 50-60-100 változtatást egybe akarsz elvégezni, el tudod végezni, ha haladó vagy, és ha utána elindul a rendszered, és valami nem stimmel, akkor az 50-60-100 közül kell kiguberálnod, hogy mi lehetett az, amit elrontottál, azaz pár változtatás, amire szükséged van, utána egy újraindítás, vagy ki és visszalépés ajánlott, hiszen a tesztelésnek ez fontos része, hogy elvégezted azt a munkát, és jól elvégezted, és nem halmozódik fel egymásra esetleg a hiba jelenség. Oké, be is lépünk, gondolom sejtitek, hogy az egybetűs jelszó az csak a virtuális gépben játszik, normál esetben nem egybetűs a jelszavam, el is indítjuk, és el is indult a rendszer, és látjuk a PDF-et, nem, szuper, jól dolgoztunk. Meggyőzöttünk arról, hogy bár pici változtatást tettünk a rendszerbe, de azt jól tettük, és sokkal többet csináltunk a saját érdekünkbe, a rendszer testre szabása érdekébe, mint aki esetleg mással foglalkozott volna, és nem ezzel az egyszerű feladat megoldásával. Ott hagytuk abba, hogy létezik egy olyan fájl, hogy SXHKD, és ez a gyors billentyűk egy részét fogja nekünk szolgáltatni. Az SXHKD-t természetesen emlékeztek rá, az X profilból ott az első, második vagy harmadik bejegyzés ez volt, elindítottuk. Tehát azt el kell indítani, nyilvánvalóan, hogyha magyar árcsot használsz, ez nem kérdés, mert ők már a X profilba belerakták, és el fog indulni automatikusan, de nyilvánvalóan maradjunk abba az egyszerű gondolat sorba, hogyha te most ebbe a pillanatban úgy gondolod, hogy hát nem ezt használod a magyar árcsot, de az
SXHKD-t azért szeretnéd belerakosgatni a rendszerbe, azt az elején el is kell indítani, hogy legyen, ami háttérbe fut, és elvégzi a parancsunkat. Indítsunk is el egy fájlkezelőt, hogy megtaláljuk azt a fájlt, amelyikkel szeretnénk foglalkozni. Mit? Természetesen az SXHKD beállító fájlt. Ez nyilvánvalóan mindenki tudja, hol van, de én elmondom a logikáját is, hogy hogyan lehet egy ismeretlen dolognak utána járni, ha éppen nem akarsz az interneten turkálni. Elindítunk egy fájlkezelőt, nyilvánvalóan a Shift Windows P-vel, hiszen ez volt a gyors billentyű, na hát ezt meg fogjuk változtatni, ő lesz a tesztalanyunk. Logikusan elindul a Home könyvtáradba, vagy a beállított könyvtárba, amire beállítottad a fájlkezelőt. Nyilvánvalóan, hogyha te keresni akarsz egy konfigurációs fájlt, és a fő könyvtáradba, a Home könyvtáradban nincsen, itt azonnal látható, hiszen a profil meg az X profil az ott volt. Na hát, hogyha itt nincs, akkor hol fogod keresni? Nyilván nem a témák között, meg nyilván nem az asztalon, meg a dokumentum képek között, letöltések vagy videók között, hanem a konfigurációs fájlok között. A Linux logikus. Jó, legyünk őszinték, nem mindig, de ebbe a rendszerbe nagyon logikus. Rákattintunk a konfigurációs fájlokat tartalmazó mappára, és utána hol fogjuk keresni első körben a konfigurációs fájlt. Ezt érdemes ezt a gondolatsort követni, megnézed a konfig könyvtárba, az ő saját könyvtárába van-e olyan, ami úgy utal arra, hogy SXHKD, hát ha nincs, akkor valószínű valamelyik könyvtárba belerakták. Nyilván nem az Alacrity-nek, vagy az NVIM-nek a könyvtárába lesz ez a beállító fájl, hanem ott van a neve, egyértelműen SXHKD, logikus fájlrendszerrel rendelkezik, struktúrával inkább, így mondom, a Linux, és nem okozhat különösebb gondot ezeknek a megtalálása alapszinten. Természetesen rákattintunk, és látjuk, hogy pontosan egy darab fájl van, és a fájlkezelő nagyon szépen kérje azt nekünk, hogy ilyen vonalak vannak, ez valamilyen dokumentum, rákattintunk, és vagy a NeoVim-mel, egy kicsit halabdóbbak, azzal fogják megnyitni, de mi nekünk a Subtext 3-as rajta van a gépünkön, hiszen a magyarázs készítőik voltak olyan normális gondolkodások, hogy nem abban akartak felvágni, hogy csak a VIM teszik föl, és akkor killogjon a kezdő vele, őket nem érdekli, hanem akár fájlkezelő szintjén, akár természetesen szövegszerkesztő, tehát a konfigurációs fájlt szerkesztő programok közül egy nagyon jól használható eszközt is feltettek, a Subtext 3-as. Nézzük is meg, megnyillott. Nagyon örülünk neki, és látjuk, hogy mit látunk. Látjuk azt, hogy itt azért olyan fura dolgok vannak. Na hát ezek a fura dolgok nem annyira fura dolgok, hogyha egy kicsit logikusan gondolkodunk. Első gondolat az, hogy megnézzük, hogy mi az a hashtag, ami itt van. Egy hashtag van, kettős kereszt. Rögtön levesszük a gondolatot, hogy természetesen valószínű, hogy itt mi lesz a kikommentelt szövegnek a jelzése, itt a kettős kereszt lesz a kikommentelésnek az eszköze. Ellentétben az Xmonad HS-sel, ott kettő darab mínusz jel a komment jel, azaz figyeljünk arra, hogy biztos, ami biztos, minden programozó nyelv vagy programozó szokása különböző ilyen kikommentelési eszközt használni, biztos, ami biztos, jól összekeverje a kezdőket. Én láttam olyan Discord bejegyzést, hogy pontosan ez okozott valakinek gondot, hogy hát bizony a kommentjel, megszoktuk, hogy kettős kereszt, mert a scriptekben itt-ott az. Na hát igen, de az Xmonad HS-be a kettő darab mínuszjel lesz a kikommentelésnek a jele, és ezt érdemes nagyon-nagyon megjegyezni, különben problémáink lesznek. Jó, nézzük is meg a fájlt felépítését. Aki életében még nem látott, ilyen fájlt, az is egy másodperc alatt leveszi, hogy van egy komment sor, van egy olyan sor, amiben valószínű Super Shift C ilyen szöveg van, oda kell beírogatni a billentyű kombinációkat, és van egy tab vagy behúzás után egy csomó parancs. Nagyon egyszerű a fájl felépítése. Én bár nem használom az SXHKD-t,
De bevallom őszintén, ennél egyszerűbb megoldást nem láttam egyetlen egy olyan, hát ablakkezelőnél se, ami saját hatáskörbe is tudja a gyors billentyűket kezelni. Ennél egyszerűbbet kitalálni nem lehet. Nézzünk is meg egy nagyon egyszerű példát. Ezt az egyszerű példát fogjuk megnézni, és ezt fogjuk megváltoztatni. Mit látunk? Super plusz Shift plusz P. Ez a leírás azt mondja, ha megnyomod a Supert és a P-t, akkor az alatta lévő sorba az első tagot, a vesző előtti, tehát az első tagot legyen szíves elindítani, méghozzá a Discord parancsot. A másik rész, tehát Super plusz a zárójelben lévő Shift és egyéb jelek plusz P, az azt jelenti, hogy a Super Shift P lenyomásával a második tagot indíts el, a PC-man FM-et, amit már kipróbáltunk, hiszen ezt elindítottuk. A Xmonadnak és az SXHKD-nak van egy közös tulajdonsága, és szerintem ez az egyik legjobb tulajdonság olyan szempontból, hogy hogyan változtatunk meg valamit, és azt hogyan érvényesítjük. Mind a kettő, az SXHKD is, és az Xmonad is röptében, azaz újraindítás nélkül megváltoztatható konfigurációs fájl szintjén. Azaz, ha te megváltoztatod mondjuk az SXHKD RC-nek valamelyik bejegyzését, vagy elhelyezel bele egy bejegyzést, és utána lemented a fájlt, akkor csak megnyomod, itt alatta le van írva, és megfejtjük ezt az egész valamit, Super Shift Escape. Azaz a Super lenyomása és az Escape, illetve a Super Shift Escape lenyomása kettő darab parancs, egyikét a másikát fogja elindítani. Nézzük is meg, fejtsük meg a Super és az Escape együttes az első parancs részt indítja el, ami a vesző előtt van, az válaszza el a két parancsot, és megfejtjük azt, hogy P-Kill, és itt van az SXHKD, és a Notify Send ki fog nekünk valamit írni. Azaz, hogyha te nem szeretnéd azt csinálni, hogy újraindítod a rendszeredet, hogy életbe lépjen az SXHKD-nak a változtatása, simán megnyomod a Super Escape gombot, egyébként ide is oda van írva, újra tölti az SXHKD-t, azaz egy gombnyomásra életbe lép a parancs, vagy akármilyen változtatás, amit itt megtettél. Változtassuk is meg ezt a dolgot, mivel hogy az előbb emlegettük a fájlkezelőt, meg éppen ott vagyunk, nagyon egyszerűen X-re fogom megváltoztatni a P betűt, azaz a Super plusz Shift plusz X a PC Mon FM indítása lesz az új billentyű kombinációnk, illetve a Discordnak a Super plusz X lesz a indítási parancsa. Első körben egy természetesen itt egy buckó van, és azt nagyon nem szeretjük, hanem lementjük, nem felejtjük el a konfigurációs fájlok lementését, majd megkeressük a Super billentyűzetet, ami a Windows gomb, és az Escape-t megnyomjuk. Nem változik semmi, tehát nem történik semmi látható, és nagyon normálisan hozzátették, itt láttátok fent, a Notify Send küldött egy üzenetet, hogy az SXHKD újra töltött, és meggyőződhettünk arról, hogy bizony ez a változtatás megtörtént. Hát indítsuk is el, azt mondja, hogy Super Shift X, és látható a megfelelő hozzárendelt. Asztalon megjelent a második darab, fájlkezelőnk, ő volt az első, hiszen látható, hogy abba a könyvtárba vagyunk, amiben dolgozunk, és megjelent egy új, aminek kiadtuk a parancsát. Vissza is megyünk arra az asztalra, hiszen itt asztalok között tudunk váltani, és én most egérrel váltottam, de nyilvánvalóan mindenki tudja, hogyan kell billentyű kombinációval váltani, és visszamentünk, és örülünk, hogy a billentyű kombináció váltás, változtatás, amit mi elvégeztünk, működött azért, hogyha lehet, nem kéne az SXHKD-t végig szerkeszteni, és újra utána kipróbálni. Miért? Mert előfordulhat az, hogy az Xmonadba bent van egy billentyű kombináció, meg itt is bent van egy billentyű kombináció, vagy itt esetleg azt csináltad, hogy a Super Shift X-hez
két programot próbáltál rendelni, hogyha nagyon sokat egyszerre szerkesztesz, és nem próbálod ki mondjuk ötösével, hogy nincs-e probléma, akkor előfordulhat az, hogy bizony egy csomó hibajelet fogsz kapni, XY billentyűvel, hát bizony gondok vannak, azaz ki fogja érni neked, hogyha duplikált parancsot próbálsz egy billentyűhöz hozzá kényszeríteni. Hát logikus, ha azt mondod, hogy szuper X-el induljon el a Discord, és szuper X-el induljon el a böngésző, akkor természetesen szegény gép nem fogja tudni. A következő gondolat, de már ezt sejtitek, hogy bizony itt nem csak arról van szó, hogy te el tudsz indítani a Super Shift X-el, vagy akármilyen billentyű kombinációval egy darab programot mesztelenül, és de az, hogy elindítod a programot, aztán semmi egyéb, hanem komoly, hosszú, összetett parancsorokat is végig tudsz te vele játszatni, azaz parancsorszerűen paraméterezett, beállított és egymás után átadott parancsokkal is tudsz dolgozni. Hát láttunk egy parancs elvégzése, majd egy másik parancs indítását, hiszen az SXHKD-t elindítottuk, utána van egy pontos vesző, és utána pedig a következő parancs, a Notificent. Blogomban van róla a leírás, érdemes elolvasni, egy nagyon-nagyon kezes dolog, azt is elindítottuk. Oké, nézzük is meg, hogy hát ebbe a sorba ezzel a gondolattal összetéve még mit oldottak meg a magyar ácsosok. Super Shift Escape azt mondja, hogy Xmonad kötőjel kötőjel recompile kettő darab etjel in Xmonad restart. És hát küldjön nekünk valami üzenetet, ezt már sejtjük, hogy ez az. Ez egy nagyon fontos dolog. Az Xmonad úgy épül fel, hogy van egy beállító fájl. Egy darab beállító fájl vezérli az egészet. Ha abba te valamit változtatsz, akkor a rendszert újra kell fordítani. Ez nem jelent mást, mint a terminálba beírod, hogy Xmonad, és légy szíves újra fordítani. Gyakorlatilag mérhetetlen rövid idő alatt, ha nincs vele probléma, le fog fordulni neked a rendszered. Tehát ez nem egy olyan bonyolult dolog, mint mondjuk egy kernelnek a fordítása. Megcsináljuk a változtatást, használni fogjuk ezt a funkciót majd, és utána beírod, hogy Xmonad, kötőjel, kötőjel, recompile, és akkor újra fordítja. Ez még nem elég, ha ez lefut, hiba nélkül fut le, akkor még be kell írni a terminálba, hogy Xmonad, kötőjel, kötőjel, restart. Azaz újraindítsa a rendszeredet, ami gyakorlatilag ennyi volt. Láttátok? Egy picit felvillant a képernyő, és ennyi történt. Ezt a két parancsot, hogy Xmonad kötőjel kötőjel recompile, és az Xmonad restart, azt meg kell tanulni. Miért? Mert terminálból ugyanezek kiadhatóak, azaz nem muszáj a Super Shift Escape gombot használni hozzá, hogyha neked éppen ilyen gondolatod van. Nem. Egyáltalán nem muszáj, és akkor, hogyha véletlenül nem indulna el neked az Xmonadod, és terminálba kellenél dolgozni, akár másik ablakkezelő alatt, vagy akár egy Natur terminálba, tudjátok, át lehet lépni a grafikus felületről terminálba is. Na, lényeg az számunkra, hogy ezeket akkor is kell tudni használni, és fejből kell tudni, amikor esetlegesen az Xmonaddal gond van. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezt fejbe tass, ez a két parancsot, de nyilvánvalóan egy futó Xmonad alatt és futó SXHKD alatt természetesen a Super Shift Escape-pel a rendszered újrafordul és a rendszered újraindul, csak így felvillanik, nem annyira bonyolult, mint ahogy elmondtam, azaz így lehet összerakosgatni egy csomó parancsot. Nem volt bonyolult, legalábbis szerintem ez egy totál egyszerű. A következő gondolat, hát nyilvánvalóan, most fölmegyek ide, hogy egyértelmű legyen, az, hogy nem csak parancsokat, vagy parancssorokat, akár egy ilyen jó hosszú parancssor, különböző paraméterekkel, egyebekkel tudunk elindítani, hanem el tudunk indítani például egy terminált. De úgy, hogy nem azt írjuk be, hogy a terminál neve, hanem hivatkozunk azokra a változókra, amikről már volt szó, a profil,
fájba ott vannak, és ezért emeltem ki, hogy ott azért érdemes testre szabni azt a részt, bizony tudunk hivatkozni egy változóra, a Super Return, azaz a Super gomb, az a Windows gomb, és az Enter gomb lenyomásával az első fele fog elindulni a terminál változóba megadott terminálunk. Ezért érdemes ott megadni, mert nem csak itt, hanem egyéb helyeken is tudunk hivatkozni erre a változóra, és ha egy helyen megváltoztatjuk a terminál változónak az értékét a profilfájlunkba, akkor az összes olyan helyen megváltozik a terminál változó értéke, ahol erre hivatkozunk, azaz nagyon jól összerakosgatható, átlátható dolog lehet ez az SXHKD. Oké, nyilvánvalóan programok indítása nem jelentett gondot. Még egyre szeretnék kitérni, ez az összevonás, hogy Super plusz Shift és C, tehát a Super plusz C, Super Shift plusz C, két parancsot egy blokkba fogunk beírni, az nem kötelező, mert simán beírhatod azt, hogy Super plusz C, alatta, akkor nem kell természetesen a zárójel, a Power, ez egy kiléptető menünek, amit ismertek, az indítója, és utána beírhatod még egy sorba külön-külön, így ilyen szépen, külön, különböző zárójelekkel való variálások nélkül is a parancsot. Tehát nagyon kényelmesen összerakosgathatod ezeket a dolgokat. A következő gondolat, itt nem csak programindításokról beszélhetünk, hanem beszélhetünk egyes rendszereknél, de az Xmonadnál mindenképp, ha a szerver mód üzemel, ha esetleg te nem a magyarácsot használod, és nincs neked szerver mód beállítva, felmész a magyarácsos videó csatornára, YouTube csatornára, megnézed a szerver mód beállítását, Xeon CPU nagyon jól elmagyarázza, majd átmész az én blogomba, én is leírtam azt a videót, amit ő elmondott, azt a leírásba elkészítettem, tehát mind a kettőt megnézed, és utána a szerver módot kisujjadból kirázod, bonyolult a beállítása, nehézkes a beállítása, hogyha nem azt követed, ami a videóban és a leírásban benne van, azaz figyelj rá, ez trükkös dolog, és mondtam ugye az elején, hogy vannak itt a leírásokkal kisebb-nagyobb problémák, hát bizony ez a leírás is, ami eredetileg az Xmonad oldalán van, hibás. És azt kell mondanom, hogy legalább egy hónapja hibás, és nem javítják ki, előfordulhat, mert ezek profiknak készült leírások, és egy profi az ilyen problémát kisújból tudja kezelni, de esetlegesen te nem. Oké, térjünk is vissza az eredet témára. Tehát az Xmonad szerver módnak vannak parancsai, és azokat is be tudod ide irogatni gyors billentyű szintjén. Egy részbe, nagy részbe tudod az Xmonadot innéd is irányítani, azaz a múltkor megnéztünk egy parancsot, a lebegő módhoz tartozik az, hogyha lebegő módot csinálunk, azaz lebegtöntünk egy ablakot, az érdemes időnként, amikor már nem akarjuk lebegteni, visszapasszírozni a layoutba, azaz a normál rétegű feladatok ellátására is alkalmassá tenni, tehát ide-oda rakosgatni meg egyéb. Hát bizony ezzel a parancsal lehet megtenni, olvassuk is ki, értsük meg, ki van egy kicsit kommentelve, de mi megfejtjük ezt a parancsot. Super plusz T. Ez nem okozhat senkinek se gondot, Xmonad control, hát az bizony az Xmonad szerver módnak a parancsa, és egy parancs kiegészítő parancs paramétert látunk. Így tudod vezérelni megfelelő hozzáértéssel a szerver mód egy kisebb ismeretével a rendszeredet itt a második blokkban, ezeket fogod megkapni, és ezeket tudod irányítani. Ha véletlenül van olyan, amiről nem beszéltünk, itt ki tudod olvasgatni, meg tudod nézni ezeket a dolgokat, szépen össze vannak rakosgatva. Nézzünk meg egy egyszerű parancsot, nézzük meg, Alt billentyű plusz A, az a Pavo Control fogja elindítani. A funkciókéjeket, ezt érdemes megjegyezni, vagy legalábbis átnézegetni mindenképp, mert gyakorlatilag nagy részben, nem teljesen, nagy részben a magyarácsos saját skriptek, programok indításának a lehetőségét kapod meg. Nézzük is meg, Open Help Doc. Hát ezt használtuk, hiszen ismerjük, hogy a Zatura ezt
vágtuk ki az elején, az indító fájlból elindítja a magyarás X-Monarch PDF-et, azaz hiába vettük ki onnét, ha neked kell, akkor a Super F1 helpet meg fogod kapni azt a PDF-et újfent. Nézzük is meg továbbiakban, mit kapsz, vagy mik az, ami számunkra érdekesebb. Nem fogunk az összeset végignézni. Ezek olyan kis szkriptek, amelyek ki kell próbálni. Edit Confile, hát a Super F2-t már használtuk. Mindenkinek rögtön eszébe jut, hogy itt lehet kiválogatni azokat az eszközöket, amiket éppen szerkeszteni szeretnénk, és itt tértem ki rá, hogy ezt a Edconf SH scriptet érdemes az én blogomba leírtak szerint átírni, hogy az alján legyen egy mentési sor is, de hát ez mindenkinek a saját egyéni elgondolása, hogy a konfigurációs fájlok szerkesztése előtt menteni szeretne, vagy nem szeretne menteni. Oké, F3-assal a Display Select nevű programot indítja el, ez is egy kis script, amelyikbe bele kell nézni, és a display, tehát a monitorok közötti váltás és egyéb olyan gondolatokat fog neked adni, amivel kényelmesebbé teheted a rendszeredet. A háttérkép váltogató program a Super F4 F5-tel, a Maim Pick, tehát ilyen képernyőmentő programocska, scriptecskéket indítasz, azaz lehet, és érdemes is az összeset kipróbálni, vegyétek észre a saját programokat, nagyon logikusan az FS billentyűkhöz rendelték, és így nagyon-nagyon nagy hülyeséget nem tudsz csinálni, hiszen hogyha megtanulod az F1-től F12-ig, és a szupergombbal tudod elindítani a saját programokat, akkor nem lesz neked különösebb gondod, és látható, el is indult itt fent, látjátok, itt fent, az F9-el a D menü mont, azaz a muntoló, felcsatoló kis scriptecskék. Ez a jó a magyarázsba, hogy rengeteg ilyen picike kis scriptecskéket csináltak, igencsak hasznosak, kényelmesek tudnak lenni azok, amikre szükséged van. És ahogy lehet látni, itt azért van egy kis hangerő szabályozó rész is, tehát szépen végig kell nézegetni. Oké. Végigmentünk ezen a fájlon, jó hosszúra a sikeredet, de nagyon fontos. A mai második rész egy kicsit izgalmasabb lesz, hiszen nem egy rabszolgamunkát fogunk véghez vinni, azaz nem kell összeszedni azt, hogy milyen programot szeretnél indítani, ahhoz billentyű kombinációt rendelni, és utána mindegy jó gyerek, egy rabszolga szépen bepötyögni azokat a parancsokat, billentyű kombinációkat, amiket szeretnél használni. Bár ez is egy olyan dolog, a SXHKD kitöltése, feltöltése a saját igényeinek, amit egyszer kell elvégezni, hiszen a programindító, tehát a saját programindító gyors billentyűeidet tovább tudod vinni bármelyik egyéb rendszerbe, ahol az SXHKD-t használják. Azaz az egyszer kell megcsinálni, egyszer kell összerakni, és utána szépen működik. Oké, de miről is fogunk beszélni? Biztos láttatok akár nálam, akár Xeon CPU videójába olyanokat, hogy előreugrik egy ablak, előugrik, egy kisebb ablak, abba valamit csinál, aztán megnyomja ugyanazt a gombot, amivel előhozza, és utána bizony az eltűnik, majd amikor újra kell, nem újra indul, hanem előugrik az ablakocska. Tehát egy kicsit másképp használja ki a lehetőségeket, mint a megszokott. Megnyitok egy programot, megcsinálom munkámat, és bezárom. Nem? Ő a háttérben ott lesz, és egy gombnyomással, ugyanazzal a gombnyomással előugrik és visszaugrik, és ez nagyon kényelmes és hasznos megoldás. A legtöbb, vagy legalábbis pár olyan ablakkezelőben láttam, natívan ezt támogatva, amelyikeket én használtam, tehát igazából valljuk be, sok embernek kedvence lehet, akármilyen ablakkezelőről jött, és megszokhatta, természetesen a X-Monadi is támogatja ezt a lehetőséget, hogy natívan, ha pedig valakinek az ablakkezelője mégsem nem támogatja ezt a rendszert, fel kell menni Xeon CPU, azaz a magyarásnak a videócsatornájára, ott bemutatott egy kis programocskát, amit bevallom őszintén én nem használok, nem is érdekel, hiszen a X-Monadi ezt natívan támogatja, ami ezt meg tudja oldani számodra, és érdekessé és kényelmessé tudja tenni
azt a rendszert is, ami ezt nem támogatja natívan, azaz alapból. De hát természetesen az Xmonad moduláris rendszerű, azaz sok mindent bele lehet gyömöszölni, bele lehet tenni. Mivel ugye az Xmonadnak az alap dolga, ezért megnyomjuk a Windows F2-es gombot, és oda megyünk az Xmonad beállító állományához, és megnyílik. Én egy picit megemelem a betűméretet, egérgörgetővel lehet emelni, illetve Ctrl egér görgetővel lehet emelni, és akkor már jobban is fogjátok látni. Ha nem magyarácsot használtok, akkor az első feladatotok az, hogy az importált, beimportált modulok között megkeresitek, hogy benne van-e ez a named Scratchpad modul. Ha nincs, akkor felmentek a Xmonad oldalára, és rákerestek a named Scratchpad szóra, és az ott lévő modul leírást elolvassátok, illetve akinek van kedve, a blogomba is írtam egy-két szót erről a témáról, azt mindenképp olvassátok el, az angol leírást is, az eredetét is, meg az én gondolataimat is, mert jelen pillanatban valóban nem fogunk mindenre tudni kitérni, hiszen nem is az a célunk, hogy most ezt az egy modul teljesen kivesézzük, hanem csak be akarom mutatni, hogy ilyen lehetőség is van. Oké, modul be van importálva, leellenőriztük. Kell egy olyan megoldást keresnetek a magyarázsba, hogy mi Scratchpad, azaz ezt a sorokat keressétek meg. Mit láttok itt? Van 3 darab Scratchpad. Ilyen jegyzettömszerűségű dolog, ami előugrik, ha kell, és ha nem kell, akkor el tudod tüntetni. Nagyon egyszerű a felépítése. 2 blokkot kell megismerni. Az első ez a blokk, ami igazából készen van számunkra. 3 darab ilyen eszközt fogunk tudni használni alapból, de meg fogom mutatni nektek azt, hogy ennek a bővítése körülbelül fél perc, jó, nem fél perc, lehet, hogy 2 perc is, ha sokat beszélek. Azaz az első modul itt van, első rész itt van. A második rész, ami igazából érdekes is számunkra, a gyors billentyűknek a megadása, ami ilyen módon fog történni, egy picit eltér a megszokott dologtól. Először is kezdjük a gyors billentyű beállítási lehetőségekkel. Itt kell egy kis magyarázatot tenni, bár szerintem az elmúlt videókban már ezt emlegettük, hogy az Xmonad natívan, tehát egyéb program nélkül is támogatja a gyors billentyűket, ahol nagyon egyszerű a gyors billentyű megadása, egy vesszővel kezdődik a sor, és utána meg kell adni a módosító gombot, modem. A modem azt jelenti, hogy a Windows gomb lenyomása, ez egy plusz jelet jelképez. Ha analógiát szeretnél keresni a SXHKD-val, akkor ez lesz az a plusz, ami azt mondja, hogy Super plusz Shift plusz N. Ez az utolsó sor Super plusz Shift N betűt fogja jelképezni az SXHKD terminológiája szerint. Tehát a modem, a Windows billentyűzet, és nyom meg a Shift gombot. Gondolom a Control Mask, Shift Mask feloldása nem fog senkinek gondot okozni. Egyértelmű Shift vagy a Control gomb együttes lenyomása, a mód és a Shift Mask lenyomása, meg az N betű lenyomásával el fogja indítani ezt a megnevezett programot. Hogy egyértelmű legyen, miről beszélünk, nézzük meg a középsőt, ami egyértelműen ismert, ez a Pavu Control, azaz a hangerő szabályzó kütyünknek az előugrasztása. Megnyomjuk a modemet, ő a Windows, a Control maszkot, a Control-t, és megnyomjuk a H-t. Hangerő szabályzó, H, és elő is ugrott, és ugyanezt a kombinációt megnyomom még egyszer, eltűnik, megnyomom, eltűnik, megnyomom, előjön, előjön, eltűnik, tehát eltűnik, és egyéb. Mit látunk? Nem biztos, hogy rögtön észrevetted, de itt megjelent egy új asztalunk, ami a scratchpad-eket tartalmazza, azaz ide lépve tudod ezt az ablakot például mozgatni, igazgatni, meg egyéb. Tehát ezen az asztalon fogod megtalálni ezt az eszközt, ha éppen hozzá akarsz férni, és nem billentyű kombinációval szeretnél valamit tenni vele. Azaz maga a billentyű kombináció megadása szerintem a világon a legegyszerűbb, hiszen itt fogod az egész sort és lemásolod.
Ennél többet nem kell tenni, illetve két dolgot kell tenni, a billentyű kombinációt megváltoztatni, és meg kell változtatni természetesen a meghívandó script-szerűséget. Azért mondom, hogy script-szerűséget, mert itt gyakorlatilag ennél a felállásnál nem a Pavu Control nevű program fog meghívódni közvetlenül, hanem az általunk megadott Pavu Control nevű akármi Scratchpad részecske fog elindulni. Eléggé fura megfogalmazás, másképp igazából nem tudom, de fölmegyünk és megnézzük, hogy miről is beszéltem. Hát a két végén van majdnem a konfigurációs fájlnak, így kénytelen vagyok leföl lapozgatni. Nézzük is meg, hogyan készítünk egy Scratchpad eszközt. Ennek az eszköznek szállítása pofon egyszerű. Van három darab példánk. Ez a három darab példa lefedi számunkra azt, ahogy egy terminálos és egy nem terminálos programot el tudunk készíteni. Oldjuk is fel a Pavu Controlnak a kódjait. Ez a rész, amivel megmagyarázzuk a rendszernek, hogy mi mit értünk azon, hogy Pavu Control. Ezt az egészet egyébként érdemes példaként megjegyezni. Hogyan indul? NS. Ezzel így indul, kész, ezt oda be kell írni. Az első Pavu Control az egy név. Az egy név, amivel hivatkozol ott lent a gyors billentyűk között. Tehát ez akármi lehet, ide írhattunk volna egyest is, és akkor ott az alján a billentyű kombinációnál nem azt írjuk be, hogy Pavu Control, hanem egy. Persze természetesen a beszélő neveknek megvan az előnye, hogy később is tudod, hogy miről beszélünk. A második Pavu Control, tehát ez a rész, vagy itt inkább jobban látszik. Ő a mi belső nevünk, hogy így mondjam, a gyors billentyűhöz, ő pedig a parancs, amit el kell indítani. Belső név, parancs. Nyilván a Pavu Controlnak az indító parancsa a Pavu Control karaktersor, és az beírod egy terminálba, el fog indulni. Utána van egy ilyen fura dolog, hogy class name egyenlő Pavu Controllal. Ez egy olyan dolog, amivel te megadod a rendszernek, hogyha megnyílik egy olyan ablak, karaktersora Pavu Control, akkor ezzel valamit őneki csinálnia kell, vagy a title, azaz cím, megnevezés sora ilyen, akkor azzal neki valamit kell csinálni. Azaz, hogyan szerezzük meg egy programocskának ezt a nevet, hogyan tudjuk kitalálni. Nyilvánvalóan sejthető, hogy a Pavu Controlnak ez lesz, de ennél tudományosabb megoldás is van. Elindítunk itt egy terminált, jó? És akkor már is meg tudom mutatni. Ez mindenkinek egyértelmű, aki akármikor, akármilyen ablakkezelőt használt, mert minden ablakkezelőnek ez az alapja, illetve ez az egyik alapja, hogy minden ablaknak vannak különböző nevei, és ezeket le kell kérdezni, hogy az ablakkezelő parancsait, utasításait hozzá tudjuk társítani. Xprop begépelésével tudjuk lekérdezni, ez nagyon fontos. A későbbiek folyamán is nagyon fontos lesz, hiszen ha egy ablakot, egy programnak az ablakát szeretnénk mi hozzárendelni egy asztalhoz, vagy méretezni, vagy akármit szeretnénk vele tenni, elsősorban ezekkel a paraméterekkel, ezekkel az ismeretekkel fogunk dolgozni. Le fogjuk kérdezni az Xprop-pal ennek az ablaknak, a Pavu Control ablakának a összes adatát. Xprop elindul, megváltozott a kurzorunk, látható, hogy a kurzorunk egy kereszt lesz, oda megyünk ahhoz az ablakhoz, amelyik tartalmazza azt a programot, hát itt ez az egy van, és könnyű volt eltalálni, és rákattintunk, és rögtön ki fog írni rengeteg dolgot az ikontól kezdve, az ikon méretétől kezdve, minden olyan ismeretet megad, ami számunkra fontos. Hozzáteszem, természetesen itt vannak olyan információk, amiket soha az életben te nem fogod használni, mert nem fogod használni, mert igazából nem is fogjuk értelmezni, nem is érdekel bennünket, de mi az, ami bennünket érdekel? A class, az osztály neve, és megkeressük itt az osztály nevét, hát nem az ikon nevét, hanem a VM, class
String, és ott van a második lesz nekünk a lényeg, Pavo Control. Ezt be tudjuk képelni, ez nem fog nekünk különösebb problémát okozni, de hogyha itt valami furcsább karakter van, vagy hosszabb a neve, akkor érdemesebb innét kivágni, és vágólapról átvinni és bemásolni, mert hogyha elütsz valamit, nyilvánvalóan ő úgy keresi, hogy Pavo Control egyellel, de ha te két ellel írod, vagy éppen dupla V-vel írod, vagy kimarad egy betű, akkor lehet, hogy te felismered annak a nevét, de a rendszer nem. Itt karakterhelyesen kell ezt a akármi karakter sort, ami jelenleg a Pavo Control, azt megadni neki, hogy ha ilyen ablak nyílik, akkor te ezt meg ezt légy szíves csinálni. Vissza is megyünk ide, és utána már tudjuk. Ő a belső nevünk, amit megadunk a gyors billentyűnél, a második idézőjelbe ott van a parancsor, amit indítunk, jelen pillanatban egyetlen egy karaktersor, és megadjuk neki, hogy hát bizony, ha ilyen klassz, azaz osztálynevet kapsz, akkor valamit csinálj, és mit csináljon szegény? Hát legyen szíves, custom floating, tehát saját lebegést csinálni, ez a saját lebegő ablaknak a megnevezése, saját magunk által beállított lebegő ablaknak a megnevezése, és ilyen dimenzióba elhelyezni. Gyakorlatilag ez a dimenzió azt jelzi, amit az előbb láttatok, hogy pontosan itt jelent meg az ablak. Ha te ezt megváltoztatod, akkor jobbra, balra, följebb, lejjebb, kisebb, nagyobb méretbe fog megjelenni, azaz te a monitorod méretének arányába tudsz megadni négy dimenziót. Az első kettő az egynegyed, azt jelenti, hogy ettől a saroktól a monitor ezen élének az egynegyedével, és ennek az élének az egynegyedével jelzett pontba, koordinált a rendszerbe, legyen szíves kezdeni az ablak rajzolást. A második, a kettőnegyed, azt jelenti, hogy az ablak méret a monitor szélességének a kettőnegyede legyen, azaz a fele, illetve a magassága is a monitor magasságának a kettőnegyede, azaz a fele legyen. Itt nem muszáj negyedekbe megadni, megadhatsz itt olyat, hogy 37-111-ed. Tehát akármit megadhatsz, én praktikussági okokból, az egyszerűségi okokból azt szoktam javasolni, hogy vagy ha általános megadásokat szeretnél, akkor ezt a negyedeket használd, vagy pedig legegyszerűbb az, hogy mindegyiket átváltod 100-ra, 100-a-lékra, tehát az 1 negyed 25 per 100. És akkor hogy szépen be tudod skálázni, hogy hol kezdődjön az ablak sarka, és mekkora legyen a mérete. Nézzetek utána a leírásokba, mert ennél finomabban is meg tudod adni az ablakméretet, máshogy is meg tudod adni az ablakméretet, irányba is, tehát meg lehet adni, hogy felül középet. Ez igazából nagyon kényelmes, vagy a délen középet, vagy észak-keleti sarokba legyen bent. Tehát ez nagyon-nagyon kényelmesen meg lehet adni másképp is, de maradjunk annyiba, hogy ez a megadás korrekt és pontos, és független a monitorod felbontásától, hiszen arányszámokat használunk, ha megváltozik a monitorodnak a felbontása, abban a pillanatban összépen átszámolja ezeket az arányokat, és középet fog megjelenni. Ellenben, hogyha te a koordinátákat pixelbe adnád meg, akkor a felbontás szerint azok a pixel távolságok értelemszerűen változnának, nem lehetne ilyen szépen beállítani. Azaz, gyakorlatilag már mindent tudunk. A class name, azaz a class neveket igazából le tudod kérdezni. Mikor van ezzel baj? Ha 2, 3, 4 vagy ennél több ablaknak ugyanaz a neve, igaz? Gyakorlatilag a probléma akkor kezdődik, amikor egy terminált nyitsz, és egy terminálba indítod el a programot, mert akkor a terminál megnyílik, megkapja a class name-et, a nevét, és utána akármilyen programot indítasz, ugyanazt a nevet fogja ő tartalmazni, mármint a gép agyába, és így igazából nem tudod pontosítani a dolgokat. Ezért van az, hogy a legtöbb
illetve több inkább, így mondom, mert az, hogy legtöbb, azon lehet vitatkozni, hogy ebbe van, abban nincs, ebbe van, abban nincs, abban miért nincs, abban miért van, szóval ilyen fölösleges vitákba bele lehet menni, de például az Alacrity és egyéb normálisabb terminál emulátoroknál meg lehet adni neki, hogy bizony milyen néven fusson, milyen cím alatt fusson, meg egyéb paramétereket meg lehet adni, és akkor természetesen ezeket külön le lehet kérdezni. Azaz, ilyenkor nem a class name, hanem például a title cím paramétert, megadott paramétert fogom én használni, és minden általam indított programnak adok egy saját nevet. Látható. Itt például elindítja az NCMPCPP-t, ami akármi, bennünket jelen pillanatban nem nagyon érdekel, hogy micsoda, de akármi, ő neki ad egy nevet, ad egy akármilyen nevet, és ezek után ő azt mondja, hogy a címe legyen NCMPCCP, és utána a címét, a titl értékét fogja lekérdezni, és hogyha az egyezik a megadottal, akkor egyértelműen azokat a beállításokat, azaz custom, saját lebegő, és ezeket a méreteket fogja hozzárendelni. Egyébként nem tudná, ha csak az Alacrity-nek a class name-ét adnád meg, ami nagybetűvel Alacrity, és utána 5 megnyitott Alacrity-nél mindegyiknél ugyanaz, nem tudná kezelni külön-külön-külön, de így külön-külön fogja kezelni, hogyha megkapja ezt a címet, ezt a nevet, és ezt le fogod tudni kérdezni. Nézzük is meg, hogyha elindítjuk ezt az NCMP akármit, akkor mit fogunk kapni a XProp értéknél? Egy pillanat, ide megyünk, azt mondja, hogy modem, azaz a Windows, Shift Mask, és ennel elindítjuk ezt az eszközt, playlistet elindítottuk, most ezt a playlistet eltüntetjük, ezzel a gombbal, nekem idegen, mert én ezt nem használom, nekem máson hozzákötve, és ide megyünk, látjuk, hogy itt van egy ablakunk, ezt becsukjuk, hiszen már igazából erre nincs szükségünk, Windows Q-val becsukjuk, és ő neki lekérdezzük az értékeit, XProp, és lekérdezzük, rákattintunk, és utána itt van, hogy name, és ennyi, a name string, látható, meg tudtuk adni, és itt nincs olyan, hát hogy is mondjam, problémán, hogy ő neki a class értéke Alacrity. Alacrity. Hát igazából persze, hiszen ő a terminál emulátor, amiben ő fut, az a class néme, de hát igazából nem tudsz úgy hivatkozni, már még egy terminál emulátort, Alacrity-t megnyitsz, aztán annak is ugyanez lesz a class name, és utána hogyan fogsz rá hivatkozni. Ennyire egyszerű a dolog. Becsukjuk, bár teljesen fölösleges volt becsukni, mert senkit nem zavar, azaz szépen meg tudjuk ezt így oldani. Ez a terminálos dologra vonatkozik. Készítsünk egy nagyon fölösleges dolgot, de bemutatása nagyon-nagyon kényelmes lesz. Hogyan készítünk egy ilyen scratchpadet? A Scratchpad készítésének a legegyszerűbb módja, ha magyarácsot használsz, vagy bármelyik olyan disztribúciót, vagy beállítást, amiben már van minta, akkor eszedbe ne jusson elkezdeni NS és így úgy begépelni, hanem fogod az egészet, az egész sort kimásolod, az utolsó sort, mert az van nekünk kézre, kimásolod és beilleszted, Ctrl-V-vel beilleszted, majd beállogatod pontosan abba a dimenzióba, ahogy van. Oké, a első fele megvan, a másolás, tehát itt igazából ezeknél, ilyen beírogatásoknál nem lesz neked nagy gondod, és megadunk egy belső nevet, én szeretem a belső neveket jó rövidre venni, ő legyen a P, és mi legyen, amit elindítunk, legyen a PCMAN-FM, de kisbetűvel, a parancs kisbetűvel indul, és annak a class neve, tehát a class name értéke, az a karaktersor, most nem fogjuk lekérdezni az XProp-pal, mert ezt véletlenül fejből tudom, nem véletlenül, hanem mert kipróbáltam, ennek PCMAN-FM a class name, azaz a osztály neve, és ez nekünk nagyon jó, és a méretezés legyen ide középpert, jó? És akkor
bizony ugyanott fog megjelenni. Ehhez hozzá kéne rendelni egy gyors billentyűt, amit szintén lusta módba fogunk megoldani, azaz nem gépelgetünk, hanem fogjuk. Itt is figyelj arra, hogy a sorok a felsorolásnak az elválasztó karaktere, vagy a végén lévő, vagy az elején lévő, de valahol lévő vesző. Én ezt az elején lévő veszőt kedvelem, mert akkor az nem marad el, hanem kiszúrja a szememet, hogyha nincs ott, de hát nézzük is meg, hogyan működik ez. Oké, lemásoljuk. Mode, Shift, Mask, X, jó? X parancsal fog elindulni. Hát nem ez, hanem a P-ként hivatkozunk rá. Készen vagyunk. Két feladatunk van. Ctrl-S. Ctrl-S, ő meg X-elődött, azaz lementettük a dolgokat, és ha jól emlékszem, itt a Windows Shift és Esc az újraindítása, az újrafordítás és újraindítás nagyon értelmesen kiírta, és nézzük meg azt, hogy a parancsunk működik-e, azaz Mode M, Shift Mask X, és láthatóan picikébe a megadott, ezt máshol van megadva is azért ugrott ide, a megadott helyen meg is jelent a megadott méretben az ablakunk. Ez volt a cél. A megadott helyen, a megadott méretben meg is jelent az ablakunk. Nagyon-nagyon kényelmes dolog. Utána lehet a következő sorokat szépen egymás alá írogatni, másolgatni. A méreten, ha változtatsz, változtatsz, ha nem változtatsz, nem változtatsz. Lényeg, parancsot normálisan be kell írni, a nevet jobb, ha megjegyzed, a class name. A grafikus programoknál nagyon egyszerű, a egyéb programoknál, terminálos programoknál meg kell adni valamilyen karaktersort, ami szerint ő be fogja azonosítani, és utána hivatkozunk rá. Ennyi. Tehát nincs itt semmi probléma, nincs itt olyasmi, amit nem tudtunk volna megoldani, annélkül, hogy legépeltük volna a ujjunk végeit. Arra nagyon figyeljünk, és ezt mindenképp el kell mondanom, hogy ez egy lebegő ablak. Nyilvánvalóan egy lebegő ablak, egyébként nem tudnánk másképp méretezni, hiszen nem tudjuk megnyitni az ablakot úgy, hogy nem tudjuk, hogy azon az asztalon van-e valami, vagy nincs, vagy mennyi van, milyen elosztásba, csak lebegőbe tudjuk pontosan méretezni. Nyilvánvalóan, hogy a lebegő lebegését abba akarjuk hagyni, tehát megszüntetni, arra van billentyű kombináció, amit a múlt részben is, meg a mostani részben is megnéztük, hogy hogyan működik, illetve hova van beírva. Természetesen hova van beírva? Az SXHKD-ba, és ott, hogyha valaki ezeket nem tudja fejből, legyen szíves kijegyzetelni. Természetesen mindenfajta sugók vannak. Itt van a PDF, elő tudunk ugrasztani ilyen kis sugócskák, amiben igazából bent van minden, tehát ez nagyon egyszerű kis programocska, szkriptecske, megnézze az SXHKD-nak a komment sorát, ezért kell kikommentelni mindenképp, hogy ezt is tud használni, és mellé írja a billentyű kombinációt, azaz egész kényelmesen lehet ezzel dolgozni. De nyilvánvalóan, hogyha egy A4-es lapra, vagy akármilyen sajtpapírra kijegyzeteled, és ott van egy-két napon keresztül előtted, akkor már nincs arra szükség, hogy a PDF-et turkáld, SXHKD-t előkeresd, vagy ezt elugrasz, ezt a kis ablakocskát, vagy esetleg belemenjél, hiszen nyilvánvalóan ha SXHKD-t tudja ő előkeríteni neked, és megmutatni, hogy milyen billentyű parancsok vannak oda bekábelezve, akkor nyilvánvalóan az Xmonad HS-be lévő billentyű parancsok nem fognak előkerülni, tehát szépen kijegyzeteled, összerakod magadnak, orrod előtt van, és tudod használni, és ilyen izommemóriává válik. Nekem azért kényelmetlen jelen pillanatban ezeket az előadásokat, beszélgetéseket elkészíteni, mert nekem a billentyű kombinációim teljesen mások. Teljesen máshova kötögettem be őket, mert nekem úgy kényelmes. És mindig ott jár a kezem, izommemóriává válik az a parancs megadás, ami a billentyűzetről történik. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, remélem mindenkinek hasznos volt. Az első rész nagyon fontos volt,
a gyors billentyűidet magadnak kell összeállítani. Ott vannak minták, van egy csomó előre beállított, itt vannak-e, hogy mik vannak előre beállítva. De nyilvánvalóan nem egy értelműen neked ezek kellenek. Ezekbe például nincs bent olyasmi, mint egy felhasználói program, Inkscape, Word, illetve hát LibreOffice, vagy egyébnek az indítása, mert hát nyilvánvalóan az alaprendszerben az nincs bent, de feltételezem, hogy ezeket te használod, ezekhez a gyors billentyűket meg kell adni. A másik részben egy speciális ablaktípust, a Scratchpad ablaktípust, ez az előre ugrabugráló ablaktípust, ugribugrinak szoktam én hívni, ezeket szabályoztuk, megcsináltuk, mennyi volt? Kellett hozzá 3 darab diploma is agysebészeti végzettség. A fenét, 2 másolás volt, és ki kellett tölteni a 2 új sort. Ennyi. 3. sor, a méret megadása, meg igazából nem okozhat senkinek gondot, hiszen gyakorlatilag körülbelül a dimenziókat mindenki látja, hogy egy negyed az itt van. Ja, jó helyen jelenik meg. Ha itt akarod megjelenítetni, akkor az értékeken egy kicsit piszkálsz, vagy hagyod középen előreugró ablaknak, ami a legpraktikusabb szerintem. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, remélem nem aludt el senki. Sziasztok!